A mackó és a kiskutya. Szovjet film alapján összeállította Ják Sándor. Színezte Molnár Ottó. Kiadja a Magyar Diafilmgyártó Vállalat Budapest 1956. Az északi sarkvidéken örök tél van. Mindent hó és jég borít. Nem is lakhatnak itt állandóan emberek. Csak bátor sarkkutatók ütik fel tanyájukat rövid időre a kietlen tájon. Az egyik fiatal tudósnak volt egy kedves kiskutyája, Szúrtos. Még az északi sarkra is magával vitte. A bátor tudós ma is, mint olyan gyakran, a hómezőkre indul. Szúrtost otthon hagyta, nehogy elfáradjon a nehéz úton. Szúrtos bánatosan nézett gazdája után, mert megszokta, hogy minden övé kövesse. Az örök hó birodalmában él a vastag bundájú jegesmedve. A kismackó fel sem vette a hideget, vidáman játszadozott medvemama oldalán. Amikor elfáradt a játékban, a medvemama ölébe húzódott, mint egy jó meleg fészekbe. A medvecsaládról a medvemama gondoskodott. Minden nap nekivágott a hótengernek, hogy valami finom falatot szerezzen. A kis mackó közben magára maradt, lehúnyt a szemét, elaludt. Éhes volt, hát valami jóról, fókacombról, kövér halacskáról álmodott. Amikor fölébredt, gondolt egy merészet is, elindult egy kicsit világot látni. Nem volt könnyű a nagy hóban való járás, de azért szorgosan szedegette tömzsi kis lábait, lassan olyan messzire jutott, hogy már azt sem tudta, merre jár. Egyszer csak valami fekete pontot látott mozogni a hóban. Szúrtos volt az, aki elunta várni gazdáját, s egy kis sétára indult. A mackó is, Szúrtos is igen meglepődtek, és kissé félve közeledtek egymáshoz. Na most mi lesz? Ahogy összetalálkoztak, rögtön látták, hogy jó pajtások lesznek. Összeölelkeztek, úgy köszöntötték egymást. Örömükben mindjárt játszani is kezdtek, nem törődtek se hideggel, se hóval.
A nagy hancúrozásban észesen vették, hogy veszedelem fenyegeti őket. A kis mackóra hatalmas farkas kutyák leselkedtek. Csak tovább birkóztak, szinte egészen belefelejtkeztek a játékba. Pedig már támadásra iramodtak a farkas kutyák. Szegény kis mackó, mi lesz most veled? A két kiskölyök csak birkózott, próbálgatták, melyikük az erősebb. Az utolsó percben a kismackó mégiscsak észrevette a veszélyt, és cammogott, ahogy csak tudott. Szúrtos is követte pajtását, de ő még lassabban mozgott a hasigérő hóban. A kis mackó meg futott, futott, hogy már alig bírt szuszogni. A megvadult kutyák meg egyre inkább közeledtek. Amikor Szúrtos látta, hogy pajtása milyen bajba jutott, megfordult és neki iramodott, hogy segítséget hozzon. Futás közben a kismackónak sikerült egy sziklára felmásznia, de itt sem volt biztonságban. A kutyák már a szikla alá értek, s ő ilyettében csak forgolódott, azt se tudta, hova legyen. De hirtelen feltűnt Szúrtos mögött a gazdája, aki megértette, hogy a nyűszítő kis állat segítségét kéri. Bizony ideje volt, mert a farkas kutyák már egyre veszedelmesebben kezdték ostromolni a sziklát. De mikor Szúrtos gazdája megjelent, jobbnak látták elhordani az irhájukat. Így mentette meg a kiskutya a jeges mackót, és most már nyugodtan játszhatott a két jó pajtás ott fent a havas északi sarkvidéken. Vége.